Na, szervusztok! Hát így a lemenő nap fényében egy kis segítséget kérnék az internet népétől, hát ha tud rá valaki segíteni nekem, információt adni. Következő jelenséggel álltunk meg. Egyik táblából át költözünk a másikba, és nem indul a cséplőszerkezet. Ugye annyit kell erről tudni, hogy ez egy hidraulikus kapcsolású cséplőmű. És azért is jöttem át, mert szóval elektrohidraulikus kapcsolású cséplőmű. Van egy tekerőgomb, tekerhető gomb. Itt. Ugye ez lenne a cséplőszerkezetnek az indító gombja. Ez pedig a vágóasztalé. Eltekerjük és nem indul. Egy munkahengert kapcsol, nevezetesen ezt, a munkahengert kapcsolja. Van egy ilyen rugó, ami visszanyomja alapállapotba. Ugye ott a csővezeték, lényeg a lényeg, hogy egy rudazaton keresztül a motor főtengelyén ott van az a nagy szítása. Azt mondja, hogy egy négy soros szíj hajtja ezt a nagy szítácsát, ezt, és ott van egy feszítő görgő, az a feszítő görgő, amit a munkahenger meghúz, neki feszít a szítácsáknak és hajtja cséplőművet. Most azt a munkahengert ez a hidraulika szelep, ami kapcsolja. Szelep jó, mert egyik helyről a másikra mentünk át, nem menet közben állt meg. Szelep az biztos, hogy jó. Ja igen, annyit tudni kell róla, hogy ha ki van nyitva a csiga, mint ahogy most is van, van itt egy kapcsoló, egy ilyen állapot kapcsoló, hogy ugye ez a kis valami pöcködi, és ha ez nincs benyomva, akkor benne a fülkébe ég egy lámpa, hogy figyelem, nyitva van a csiga. Na most, hogyha az állapotlámpa nem világít, akkor a cséplő szerkezetet se lehet elindítani. Meg az ürítést sem. Ugye a kinyitás ez egy másik áramkörön van. Nyitás-zárás, de a cséplőmű és a ürítő csigának az indítása az egy áramkörön van, és nem tudjuk, hogy hol vészel az áram. Sajnos service manual nincsen. Mindent meg lehet csinálni, csak ugye idő. Idő. És ebbe kérnék egy kis segítséget, hogy vagy a service manualnak a elektromos rajza, ami ide passzolna most nekem, nagyon köszönném, ha valaki tudna egyet nekem rendelkezésre bocsátani, vagy esetleg valami jó tanács, hogy hol lehetne ezt kezdeni, ezt a történetet, mert hát bosszantó. Ebben a községben, ahol vagyunk, 4 hektár maradt itt, az utolsó 4 hektár, költöznénk tovább. Úgyhogy ezzel a kis kellemes történettel búcsúznék. Ettől függetlenül jobb termést kívánok. És ha van valami jó tanácsatok, akkor osszátok meg velem. Ja, és ne felejtkezzetek feliratkozni. Szervusztok!